A Városháza előtti téren tartották a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei Országos Program 2020-as karcagi díjátadóját. A megjelent kerteseket, a szakmai zsűri tagjait és a Konyhakert program támogatóit Szepesi Tibor polgármester köszöntötte, majd elismeréssel szólt a 2012-ben indított programról, mely mára országossá nőtte ki magát. Egyre többen járnak az átkertekbe nem csak munkálkodni, hanem sétálni, kikapcsolódni, nézelődni, bámészkodni, vagy csak ötleteket meríteni az átkertekbe. Én magam is elég sokszor járok arra, és elcsodálkozva nézem azokat az ötleteket, lehetőségeket, amelyeket önök is, illetve a többi kerttulajdonos is megvalósít. A 2012-ben az alpolgármester asszony által elindított program alapcélja a figyelemfelkeltés volt, továbbá egyfajta szemléletváltás és formálás kezdeményezése, melyet majd az egyre inkább felnövekvő generációk is át fognak venni. Célja a korosztályon belüli példa és értékadás, valamint a gyakorló kertészek munkájának megfelelő elismerése, a hagyományos vidéki udvarképek visszaállítása és a régi kertészeti módszerek felidézése. De ahogyan a világ, úgy a konyhakert is nagyon sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Míg régebben a konyhakert elsősorban egy-egy család önellátását volt hivatott biztosítani, hiszen minden háztartásban a zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények termesztésére szolgáló kert vagy kertrész volt. Mára azon túl, hogy biztosíthatja egy-egy család önellátását, friss növényekkel színesíti az étrendet. Az egyre inkább teret hódító gasztronómiai újítások, televízió harsogja folyamatosan szinte minden nap, kiszolgálására persze megjelentek a mediterrán vagy ázsiai eredetű növények, amelyek korábban teljesen ismeretlenek voltak a magyar zárt kertekben. Ez a változás egyfelől örvendetes és természetes is, ugyanakkor szükséges a régi magyar fajtákat megőrizni. Ez a mostani verseny és program is ennek a tradíciónak a megőrzésére, az egyik legfontosabb, ennek a tradíciónak a megőrzése és a legfontosabb feladata. És persze azt se felejtsük el, hogy a gondosan tervezett, szépen kivitelezett, az önök által megálmodott, lelkiismeretesen gondozott konyhakert a porta díszéül is szolgál. A tavalyi évet Sári Kovács Szilvia, ötletgazda, programigazgató, alpolgármester értékelte. Mint elhangzott, a Konyhakert országos program az otthoni kertművelés értékére irányítja a figyelmet. A program célja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzük, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljük, és hogy példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet. Többször elhangzott már az interjúk során, hogy bizony nem gondoltam, hogy egyáltalán valaki is jelentkezik majd erre a kezdeményezésre 2012-ben, és én büszke vagyok arra 22 emberre, aki ezt elindította, hiszen ebből a 22 emberből nőttünk mi ekkorává, és bizony ez a 28.126 újonnan kialakított kert is ebből a pici kis magból serkent ki, és úgy gondolom, hogy ennél jobb betést nem is lehetne álmodni, és bízom abban, hogy ez tovább fog nőni, és tovább fogunk terjeszkedni, és minél több fiatalt meg tudunk fertőzni a föld szeretetével, minél többen elismerik azt, hogy mennyire hasznos és mennyire jó kertet művelni, és ez a pandémiás időszak erre most pontosan nagyon jó példa, hisz ha más nem, akkor otthon tud az ember foglalatoskodni, és értelmesen eltölteni a szabadban, a jó levegőn, az hasznosan a szabad idejét. Mindenkit biztatok arra, hogy ne is gondolkodjon, hanem nevezzen, hiszen ha nem is annyira nagyon szép a kertje, de azzal, hogy részt vesz a programban, tényleg példát ad mások számára, és nem is gondolná, hogy mennyi mindenkiben elindít egy kis gondolatot, ha ő meg tudja csinálni, akkor képes vagyok rá én is, és akkor megpróbálom. És így indul el mindenki a kertészkedésben, és ezek az indítatások, ezek az inspirációk nagyon fontosak, hiszen valakinek csak egy ilyen esemény kell, hogy a szomszédom nevezett a kertben, és akkor ő is elkezd kertészkedni. Ennyi elég ahhoz, hogy elkezdje, és hogyha ő is példát ad, akkor tulajdonképpen ez hatványozottan megy tovább, és mint a futótűz tud terjedni, és én kívánom, hogy karcokon futótűzként terjedjen ez a kezdeményezés. A kialakult vírushelyzet tavaly még inkább ráirányította a figyelmet a település szintű önellátás és az otthoni kertművelés fontosságára.
akár zöldségből, akár gyümölcsből. A karcagi 46 nevezett kertes közül sokan most is ott voltak az országos élmezőnyben, ezt a díjaik is jelzik. A magánszemélyek kertjei mellett a közösségi, önkormányzati és óvodai kertek is szépen szerepeltek a megmérettetésen. Az iskolai kertek művelésére most a digitális oktatás miatt kevesebb idő jutott. A gyermek tényleg inspiráló tud lenni, főleg, hogyha belegondolunk abba, ha van egy óvodás gyermek, vagy akár egy iskolás gyermek, az iskolában művelnek konyhakertet, hazamegy a gyermek, és akkor otthon is igényli az, hogy műveljenek. És ha nincs kert, akkor bizony az anyuka apuka leckelé van állítva, kertet kell produkálni valahogyan. Vagy venni, vagy hogyha szerencséjük van, akkor kertesházban élnek, és akkor a kertesház környékén kialakítani azt a kertet, ha még nem létezik. Vagy ha van, akkor zöldséget, gyümölcsöt belehelyezni, hogy tovább tudja folytatni azt a kezdeményezést, amit az óvodában látott. És én úgy gondolom, hogy ezek a jó, ez is egy jó példa, és én úgy gondolom, hogy ezekből lehet majd igazán egy jó aratást lefolytatni. Az elmúlt években mintegy 800 település, több mint 90 ezer kertművelő munkáját értékelte a szakmai zsűri, és a résztvevők tanácsára közel 29 ezer új konyhakertet alakítottak ki országszerte. Az időjárás nem volt kegyes a tavalyi évben a kertesekhez, ennek ellenére nagyon szép eredmények születtek Karcagon is. Az időjárás megint megtéfált bennünket, hiszen nagyon le van maradva a növényzet ebben a sokszor hűvös, sokszor csapadékos, vagy akár csapadéktalan időben, és én bízom abban, hogy majd az időjárás is most már akarja, hogy a kert az tényleg feléledjen, és most már tényleg úgy tudjon fejlődni, ahogyan az kellene neki június közepén. Bízom abban, hogy nem lesz már nagy próbára tétel a kerteseimet, az időjárás nem teszi nagy próbára, és tényleg háborítatlanul nyugodtan tudnak kertészkedni, így is sok munka van a kertben. Hát nyugodt, az időjárással kell harcolni. Bízom abban, hogy sem a kártevőkkel, sem az időjárással nem kell majd harcolni, és egy szép nyugodt évet fogunk tudni majd zárni. A legszebb kertek művelőit kategóriánként elsőtől harmadik díjjal, a többiek munkáját oklevéllel ismerték el, és többen országos elismerést is átvehettek.